Kegyelem és békesség néktek Istentől, a mi Atyánktól és a mi Urunk Jézus Krisztustól. A mi segítségünk és ünnepünk megszentelése jöjjön a mindenható Istentől. Amen. Amen. Kedves testvéreim, néhány bibliai verset olvasok fel, amelyhez némely igei üzenetet kívánok fűzni mindannyiunk épülésére. Az egyik igehely Pál apostolnak a rómabeli gyülekezethez írott levele 8. részének a 14. és azt követő néhány verse, valamint Péter apostol első levele 2. részének az 5. verse. Mert akiket Istennek lelke vezérel, azok Istennek fiai. Mert nem kaptatok szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atyám. Ez a lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Péter apostol leveléből pedig, ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá, szent magsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Szeretett testvéreim, ezek az igék rendkívül időszerűek, és időszerű módon szólnak meg napjainkban, amikor embertársaink szíve, lelke tele van félelemmel és szorongással. Sokszor ezek a félelmek nyomon követhetetlenek, nem tudjuk őket tárgyasítani, sokszor meghatározni, és így valami belső lappangó szorongásba mennek által, és ez a szorongás és mindazok a félelmek, amelyek megülik a lelkeket, mai szóval élve a legnagyobb immunrendszer romboló. Semmi nincs, ami jobban rombolná az ember immunrendszerét, mint a félelem, és naponta tanulni lehetünk annak, mi magunk is megtapasztalhatjuk mindannyiszor, hogy ezt a félelmet sokszor mesterségesen is gerjesztik. Nem elegendők a körülmények, a mindennapi életnek a terhei, hanem még kell, hogy gerjesszék ezeket a félelmeket. Azt szeretném elmondani, hogy mi az, ami tulajdonképpen az ember számára, a keresztény ember számára elfogadhatatlan. Amikor annak tanulni lehetünk napjainkban, hogy igen sok, így mondom, a kirakat keresztjén, vagy verbálisan, vagy szóban néha mondják, tehát egyfajta jeleit adják annak, vagy egyfajta jelet hát adnak maguk körül arra nézve, hogy ők Isten hívők keresztjének, és Isten igéje most arra vezet rá bennünket, testvéreim, hogy ki az, aki igazán keresztény ember, aki komolyan veszi tényleg Istennek a szavát, ahogy itt leírva találjuk, hogy akiket Istennek lelke vezérel. Ez nem magától értetődő dolog. És erre nézve egy nagyon fontos ismérd, amelyet az ige elénkben helyez, hogy nem a szolgaság lelkét kaptuk. Mert nem kaptátok ismét a szolgaság lelkét a félelemre, hanem a fiúságnak lelkét kaptátok. A megváltottság lelkét kaptuk Istentől, és a megváltottság pedig arra kell bennünket figyelmeztessen, és annak tudására elvezessen, hogy nem a félelem az, amelynek urrá kell lenni a lelkeinken és egész valónkon, hanem egy belső bizodalom, Istenre támaszkodás és Isten szent lelkének a vezetése. Mert a fiúság lelkét kaptuk. Nos, testvéreim, ez megóv bennünket attól, hogy meg lehessen bennünket félemléteni,
vagy állandó jelleggel rossz lelkiismeretet gerjesztenek bennünk. Ha belegondoltok, mennyire igaz és mennyire mindennapi dolog volt és mindennapi dolog, hogy ezt a rossz lelkiismeretet gerjesztik. Nos, testvéreim, Isten gyermekei vagyunk, kegyelmet nyert emberek, Jézus Krisztus megváltó szeretete által Isten gyermekeiként félelem nélkül szabad élnünk és forgolódnunk. Isten maga az ő lelke által tesz bizonyságot, és adja a mi lelkünkbe azt a fajta bátorságot, amely bátorság annak idején ott volt Pongrácz Gergely atyám fiába, és azokba a fiatalokba, akik itt, ezen a helyen, ezen, így mondom, ezen a megszentelt helyen védték a hazát. Védték a hazát, és oly dolog történt, amely egyedülálló a világ történetében is, annak a hősiességnek a példája más hősöket csinált. Egy-egy felnőtt ember bátorsága, hősiessége a fiatalokat is hősökké tette. Nos, ilyen helyen állunk most, amikor megemlékezünk. Péter apostol levelében egy ilyen felhívást találunk, hogy hát mi alakuljunk lelki házzá. Ti pedig élő kövek vagytok, így fogalmaz Péter apostol. Élő kövek, amelynek az a célja, mindegyiknek megvan a helye abban a házban, és így is fordíthatom, hogy abban a hazában, ahová Isten helyezett bennünket. Igen, lelki házzá, lelki hazává kell épülnünk. A legnagyobb baja az úgynevezett európai demokráciának, hogy elvesztette az Isten tekintélyi hátterét. Így fogalmazzuk ezt, hogy a teokratikus hátteret. Hiányzik belőle, pedig egyedül azzal és azáltal volt, és addig volt működőképes valamilyen szinten, ez pedig hiányzik belőle. És egy olyan szervezethez csatlakozott a magyarság, mondhatnánk, olyan helyre, olyan közösségnek nem mondható nép, sokadalomba helyeztek bennünket, amely mellőzi az Isten segítségét, amely hasonló azokhoz a fajta névleges demokráciákhoz, amely sokkal inkább nevezhető libertinizmusnak, ami ellen annak idején Calvin János felemelte a szavát ott Genben, és egyáltalán nem demokrácia. Hát erről meggyőződhettünk, testvéreim. De épüljetek lelki házzá, azt mondja az ige. Mint élőkövek épüljetek be ebben a lelki házban. Egy szép példát szeretnék erre nézve elmondani. Régi időkben történt, egy régi elbeszélés szerint egyszer egy spártai uralkodót meglátogatott egy másik király. A spártai király végig vezette az országán, sokat beszélt az ő erősségeiről, erődítményekről, de amikor végig járták az országot, ez az idegen vendég uralkodó azt tapasztalta, de hát Spártában nincsenek is várak, vagy nincsenek olyan nevezetes erősségek, amelyek valamiféle nagy akadályt jelenthetnének akármely ellenségek ellen. Szóvá is tette az uralkodónak, hogy barátom, annyit beszéltél erősségekről, bástyákról, várakról, hát nem látok egyet se, vagy nem láttam egyet se. És akkor az uralkodó, a spártai király rámutatott azokra, akik körülötte voltak, az ő katonáira, és azt mondta, ők a mi erősségünk, ők a mi bástyánk. Nem kőből épített várak, hanem ők a mi erősségünk. Nos, testvéreim, hogy mennyire időszerű ez, ha belegondolunk abba, hogy itt ezen a helyen, akkor 1956-ban nem voltak bástyák, nem voltak vártornyok, nem voltak különböző erősségek, de itt hősök voltak és hősök termettek, akiknek a hősiessége bejárta a világot. Bejárta a világot és megrendített egy hatalmas birodalmat,
attól kezdve, 1956-tól kezdve megváltozott a világ. Testvéreim, de nagyon fontos dolog, hogy így induljunk neki a jövendőnek, tagadjunk meg minden félelmet, minden kis hitűséget, úgy legyünk mindenkor mindenben, mint Istenre tekintő, lélek által vezérelt emberek. Elkérhetjük az ő lelkét és az ő lelkének erejét. Isten ebben segítsen bennünket, és így áldjon meg bennünket. És áldjon meg a mindenható Isten ezeket a zászlókat. Most kiemeltem fel a figyelmet a Veszprém megyei zászlóra, amelynek az a küldetése, hogy bejárják vele az országot és a Kárpát-medencét. De legyen áldott minden zászló, amely itt lobog, mert arra emlékeztet bennünket, hogy Isten kegyelme velünk van és velünk lesz. Nem félelemnek lelkét adta nékünk az Isten, hanem erőnek lelkét, az ő szeretetének lelkét, és annak a fajta józanságnak lelkét, amelynek alapján meglátjuk, hogy Isten kezében vagyunk, amelynek alapján meglátjuk, hogy nagyobbak azok az erők, amelyek talán még most rejtve vannak előttünk, de minden bizonysággal a mindenható Isten életre hívja őket. Így legyen. Amen. A mindenható Isten áldjon és szenteljen meg benneteket. Bátorítsa fel a ti lelketeket, egész valótokat, hogy úgy tudjatok járni ebben az életben, hogy mindenkor büszkék lehessetek arra, hogy a magyar nemzet tagjai vagyunk. Így legyen. Amen. Amen.